Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV adását látják a 2007-es esztendő 14. hetében. Műsorunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai hálózatán láthatják. Most nézzünk képes tartalomjegyzékünket. Interjú az új bolgárnagykövettel. Kiszabál végetés a Krisztina óviban. Ősztől iskolás leszek. Decemberben érkezett Magyarországra, ám kollégáinak és a magyar közélet szereplőinek csak most mutatkozott be. A bolgár köztársaság rendkívül is meghatalmazott nagykövete. Demeter Ikonomov a fővárosban, a Hadtörténeti Intézet márványtermében tartott fogadás követően exkluzív interjút adott a Zsolca TV-nek. A hazánkba akkreditált nagykövetekkel, konzulokkal és katonai attaséggal, valamint a hazai közélet szereplőivel találkozott a nagykövet, akit először Bulgária és Magyarország unión belüli lehetőségeiről és kapcsolatáról kérdeztem. Bulgária magyarországi nagyköveteként decemberben érkezett Magyarországra, és hát hivatalosan most mutatkozott be ugye kollégáinak, illetve a magyar politikai közéletnek. Mit tart a legfontosabb feladatának most, hogy január 1-ével Bulgária is csatlakozott az Európai Unióhoz? Az, hogy Bulgáriát jobban megértsék Magyarországon, az, hogy Magyarországot is jobban megértsék Bulgáriában, ami mondjuk nem a legszükségszerűbb, mert Bulgária és Magyarország között a megértés mindig is megvolt, de hát az utóbbi 15 év alatt mindenki igyekszett azt a nagy feladatot teljesíteni, ami az Európai Unió tagság jelentett számukra. Úgyhogy tovább megyünk, tovább haladunk, és én biztos vagyok, hogy eredmények nagyon jók lesznek és pozitívak. A két ország kapcsolatában hozhat-e új fejezetet az uniós tagság? Természetesen, mert most már mi közösen csinálunk valami, ami nem csak a még, hanem egy másik 25 ország is azt várja el tőlünk. Úgyhogy mi mindenképpen együttesen és szorosabban fogunk tájékoztatni egymást, tájékozódni egymásról, finomítani az együttműködésünket. Úgyhogy szerintem rengeteget ennivaló. Egyébként a két ország kapcsolataiban úgy kulturális, mint gazdasági mit tart most leginkább fontosnak és leginkább fejleszthetőnek? Én szerintem a testvérvárosok és a testvérközösségeknek a további kapcsolattartása az nagyon fontos, mert az egy kicsit elveszett az idők során. Sokszor az anyagi körülmények nem engedték, sokszor a politikai és az adminisztratív figyelem volt egy kicsit máshoz fordítva, de én szerintem azon érdemes dolgozni és további lépéseket tenni. Most az elmúlt hétvégén kisebbségi önkormányzati választásokat tartottunk Magyarországon, és hát természetesen az országos bolgár kisebbségi önkormányzat elektorait is most választották meg. Hogy látja, hogy sikerült ez a választás? Hát végül is ez egy Magyarország belügye, mert általában azok az emberek, akik a választásokon szerepelnek, ők vagy magyar állampolgárok, vagy Magyarországon telepedett bolgárok. Én biztos vagyok, hogy a választás az helyes volt, szóval mindazoknak, akik döntöttek erről. Nem tudok részleteket mondani, mert nem is tudom, hogy pontosan kik voltak azok, akik szerepeltek, de az jó, hogy ha megengedik idézővel, de szerintem a kereslet és a kínálat nagyon nagy, szóval sok ember van, aki pályázik ezekre a helyekre is. És ez nagyon jó. Szerintem ez egy kiváló alkalom, hogy a bolgárok jobban felmutassanak Magyarországon, hogy hát magukra fordítsák a figyelmet. A kisebbségi önkormányzat tulajdonképpen magára vállalja azokat a feladatokat, amelyek mondjuk más helyeken vagy más országokban, szerencsére Magyarországon a helyzet teljesen más és teljesen különböző, nem az anyaország tud vállalni. Szóval tulajdonképpen itt a közösség az, amelyik dönt a saját sorsáról, fordítja a kormánynak és az adminisztrációnak a figyelmét arra, és ugyanakkor annak az országnak, jelen esetben Magyarországnak a javára is van, mert ők azok az emberek itt élnek, és itt laknak, és itt alkotnak, itt születnek, itt dolgoznak, itt van a családjuk. Mint hallhatták, a nagykövet úr kiválóan beszéli nyelvünket. Az interjú végén ennek okára is fényderült. 5 évig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemnek a diákja voltam, itt végeztem, utána egy később időszakban volt alkalmam dolgozni, és a bolgár nagykövetségem a fiam itt született, úgyhogy ebbe keresendően. Milyen érzésekkel tért akkor vissza most Magyarországra?
mintha hazatértem volna. Demeter Ikonomov nagykövet úr a tervek szerint májusban látogat Felsőzsolcára. Itt mondjuk el, hogy a Bárcai kastély emeleti kiállítótermében április közepéig látható a bulgáriai bélyeg és képeslap kiállítás. A meteorológiai előrejelzések egész hétre napsütéses, kellemes tavaszi időt ígérnek. Csiripelnek a madarak, zöldellik a fű, rügyeznek a fák. Hogy mennyire volt hatással az időjárás alakulására a zsolcai kisovisok kiszebbá végetése, azt nehéz lenne megmondani. Ám az biztos, hogy a régi néphagyomány felelevenítése idén nem csak jó időt, hanem jó hangulatot is hozott a Krisztina óvodába. A kisze a cicerebáb, vagyis a szalma vagy rongybáb másik elnevezése. A kiszebáb égetés szláv eredetű télűző népszokás, olvashatjuk a Pallas nagy lexikonban. Ezt a kedves, régi népszokást elevenítik fel évről évre az AMK Krisztina óvodájában. Az udvaron felállított kiszebáb körül a gyerekek idén is tavaszi népi mondókákat és dalokat énekeltek. Én azért nem volt nagyon hideg tél, nem örvendeztetett meg bennünket hóval, nem tudtunk csúszkálni, de igazából mégiscsak tél volt, hideg volt, és ezzel a nappal elbúcsúztattuk a telet. Köszöntjük a tavaszt, a legszebb évszakot! Régi hagyomány ez a Krisztina óvodába, hogy így a tél búcsúztatásával és a tavasz köszöntésével összejövünk. Mivel általános művelődési központ van, kíváncsiak vagyunk egymás rendezvényeire, és ez a ragyogó szép napsütéses időben úgy gondolom, hogy itt találkozni, egy kis erőt merítünk megint belőle, és hát a gyerekek az iskolákban, óvodákban nagyon örülnek ennek a jó időnek. Nagyon-nagyon vidám dallamokat komponáltak a zeneszerzők is, és természetesen itt a gyerekektől nagyon sok gyerekdalt hallottunk, és nagyon sok népdalt, és ezek mind-mind azt fejezik ki, hogy végre itt a tavasz, örüljünk neki, és legyünk vidámak. Az óvi udvarán a szalmabáb pillanatok alatt elégett, és a erőfényes napsütés nézve úgy tűnik, sikeres volt a télűzés. A tavaszt pedig már a gyerekek is nagyon várták. Tudunk játszani, meg önmást is csinálni. Nem kell mindig bent lenni a játszószobába, igaz? Igen. Te miért szereted a tavaszt? Azért, mert sokszor lehet kint lenni az udvaron játszani, meg homokozni, meg lehet virágokat szedni a kis kertből. Milyen virágokat szeretsz? Tulipán és nátisz. Rózsa, tulipán, nárcisz, ibolya. Eszterlánc, 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 E
Mint minden tavasz eljötte, nem csak a környék virágba borulását jelenti, hanem egyben sok óvodás gyermek számára egy új kezdetet is, hiszen itt van a beiskolázás ideje. A múlt héten a Zsolca TV kamerája a Kazinczy Ferenc általános iskola nyílt napjára látogatott el, ahol az óvisok, no is persze a szülők is bepillantást nyerhettek az iskola életébe. Különleges nap volt a múlt péntek is sok óvodás gyermek számára, ugyanis most először megtapasztalhatták, hogy például mit jelent az óra végét jelző iskolacsengő. A Kazinczy Ferenc általános iskolában tartott nyílt napon a kisiskolások mellett most izgatott óvisok ültek, a számukra még oly nagynak tűnő padokban, ahol már szeptembertől valószínűleg ők is elkezdik a tanévet. Minden évben megrendezzük hagyományainkhoz híven az első osztályosok és szüleiknek a fogadását. Szeretnénk ezen a nyílt napon bemutatni iskolánk arculatát, egy kis ízelítőt adni a tanítási órákból, és tájékoztatni a kedves szülőket a felvételiről, illetve nem is mondanám felvételinek, hanem az informatika tagozatos képességvizsgálattal kapcsolatosan, illetve a beiskolázásról adunk egy rövid tájékoztatót ilyenkor a szülőknek. A nyílt nap a kicsik számára egy különleges bemutató órával kezdődött, ahol a negyedik osztályos kisiskolások tavaszváró versekkel köszöntötték őket, és ez egyben már a kezdetét is jelentette a játékos tanulásnak, hiszen az első lépés is talán a legfontosabb, a tudás iránti vágy felkeltése és a tanulás megszerettetése a kicsikkel. Ha jól megnézitek ezeket a képeket, mind a tavaszra jellemzője. Van-e olyan, ami esetleg nem a tavasz időjárása jellemző? Na, vedd akkor le, jó? Melyikre gondoltál? Lehet, hogy nem éred el ezt. Jó, ez melyik évszakra jellemző? Nyár. Őszre. Hát nyárra is, de a szőlő inkább, így egybe ősszel éri, van nyári szőlő is, ez lehet nyár is, de inkább ősz. Nagyon ügyes voltál, nézd csak, és adok neked egy ilyen kis lyukat. Az iskolára való felkészítés már az óvodában elkezdődik, és már több mint fél évvel a tanévkezdés előtt a nagycsoportos óvodások megismerhetik a leendő tanítónéniüket, ezzel is biztosítva számukra majd a gördülékenyebb beilleszkedést az új légkörbe. Az egyelőre még csak vendégként ide látogató óvisok büszkén adták elő a betanult verseket és dalokat a már iskolába járó kispajtársaiknak. És hogy eközben mire gondoltak a leendő kis nebulók, és mennyire tetszett nekik az iskola? Az azt hiszem, hogy a véleményekből egyértelműen kiderül. Jól éreztük magunkat, igen. Nagyon jól éreztem. Játszottunk, meg olvastak nekünk mesét. Ez a nap a gyerekekről és a gyerekeknek szólt, de a döntést mégiscsak a szülők hozzák meg. És az iskola választás bizony nehéz döntés elé állítja a szülőket. Ilyenkor fontos tényezőket kell mérlegelniük és figyelembe venniük. Bár nem utolsó szempont az sem, hogy nekik mennyire nyert el tetszésüket a bemutató oktatás. Nagyon érdekes program volt, nagyon jó volt az óra, a gyerekeket nagyon jól lefoglalta a tanítónő, nagyon vidámak voltak, meg ügyesek voltak, eddig még nagyon jó volt. Pedagógus személye nagyon fontos nekem, hogy milyen tanítónő, nekem most már az, hogy helyileg, hogy kénytelenek leszünk idehozni a gyermekünket, mert úgy változott az életünk, hogy muszáj. Meg egyébként is a férjem ide járt iskolába, neki jó tapasztalatai vannak, hát végülis ilyen összetett dolog ez végülis a választásnál, hogy tanítónő, az iskola, meg eleve az, hogy az óvodából, a csoportból ugyanazok a gyerekek jönnek, a baráti társaság, szóval elég összetett, ahogy mi választottuk. Elsődleges szempont szerintem a gyerek számára a jó társaság, az óvodai társaság, amiben igazából megszokta. Másik szempont, én úgy gondolom, hogy a szakmai szempontok, amelyek sokat jelentenek ebbe az iskolába a gyerek számára is, illetve a továbbtanulás szempontjában, mert innen szeretne tovább tanulni. Az angol nyelvtanulás után az informatika szak, tehát azok, amelyek ma manapság, tehát legfontosabbak a gyerek számára. A továbbtanulás szempontjából is, meg a hétköznapi életben is, hogy tudjon tulajdonképpen érvényesülni. A rendezvényen természetesen részletes tájékoztatást kaptak a szülők a beiskolázásról, az azzal kapcsolatos kérdésekről, no és persze az oktatás rendszeréről is.
Nagyon-nagyon régi hagyományai és kiemelkedő eredményei vannak ennek az iskolának. Nyilván ezeknek a hagyományoknak az őrzését továbbra is nagy-nagy figyelemmel kísérjük. Szeretnénk iskolánkat egy olyan iskolának egy olyan arculatát bemutatni, amely megfogja a zsolcai lakosokat, gyermekeiket, és ide hozzák majd hozzánk, hiszen, mint mondtam, sok-sok versenyeredményünk van. Szívesen járnak ide a gyerekek, családias légkörben tanulhatnak, szüleik biztonságban hagyhatják itt nálunk gyermekeiket. Fejlődésük folyamatos. Én úgy gondolom, hogy megkapnak mindent. Mi mindent megteszünk azért, hogy elégedettek legyenek iskolánk színvonalával, oktató-nevelő munkájával. Olyan iskolát kell választani a gyerek számára, ahol az értelmi képességei kibontakozhatnak minden területen. A mi iskolánkban testnevelés tagozat működik, emelt angol nyelvoktatás, illetve informatika oktatás. Ma már a nyelv az informatika nélkül, és nyilván a fizikai erőnlét nélkül nagyon-nagyon nehéz szinten tartani a mindennapi tudást, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, ezt a három területet, nyilván mellette más területre is koncentrálunk, és nem mindegy, hogy egy kisgyerek jókedvel tanul, vagy azt tanulja, amit szeret. Tehát tulajdonképpen ez a célja annak, hogy amikor iskolába íratja a szülő a gyermekét, nyilván ismeri az ő képességeit, és nyilván a számára legmegfelelőbbet válassza. A nap végén a kisdiákok boldogan vették birtokukba az iskola számítástechnika termét, ahol most még egyelőre csak a játékokkal ismerkedtek a gyerekek. Búcsúzóul az iskola vendégül látta a leendő kis elsősöket, egy kis uzsonnával és ajándékokkal lepték meg őket. A szülők pedig az első iskolai levelet is kézbe vehették útravalónak, ahhoz a nagy döntéshez, mely a gyermekeik számára majd a jövőt jelenti. Megszokott dolog már, hogy a felsőzsolcai rendezvényekre a környékbeli településekről, így Miskolcról is sokan ellátogatnak. Februárban a Miskolc TV két zsolcai rendezvénynek vitte hírét megyeszerte. Amikor kisgyerek voltam, az édesanyám nagyon sokat mesélt nekem. Legfekvés előtt, mert a petróleum lámpa volt, és mikor már úgy a csúkok kezdtek úgy bemenni a helyükre, akkor édesanyám szólt nekünk, hogy gyerünk, mosakodjunk meg, öten voltunk testvérek, és akkor sokat mesélt nekünk, akkor nem volt tévé, és akkor lefeküdtünk, és akkor mesélt édesanyám a királyokról, meg kitalált meséket, amit a cigányok meséltek meg. Sokat hallottam, amikor valaki meghalt nálunk, az a szokás, hogy míg el nem temetik a halottat, addig mindig mesélnek, történeteket mondanak, és mindig a legüregebb ember mesél. Tehát itt is látható majd a virattaló cigányok, itt szembe velem, hogy egy idős pipás ember, ott a legidősebbek kette le mindig a mesét, és utána folytatták körbe. Addig még reggel nem lett. Tehát nem mulattak, hogy szórakoztak, vagy mit tudom, hogy énekeltek, hanem úgy virasztás arról szólt, hogy a halottról meséltek, különböző meséket, gyertyát égettek, imádkoztak. Hát ez a hagyomány már lassan elmúlik, nem tudom, hogy a magyaroknál ez van-e, vagy nincs, és ez bűn nekem vissza a gyerekkoromba mindig ez a mese, meg ahogy öltöztek az emberek, meg ahogy egymással akár parasztasszony, akár cigányasszony, egymáson tudtak segíteni.
Már úgy írtam, mert nehogy pénzekkel, hanem egymást biztatták, vagy ha valami baj történt, vízbe folyt például, vagy valami vihar történt, azt leesett, leszújt a szél a serepet, akkor egymásnak segítettek. És ez a szeretet nagyon megragadott engemet, ami nagyon kellene most a mai világban. Pedro Moro, ez a virág kisasszonyok. Egy cigány ember mesélte nekem az édesapám, nagyapám ezt, tehát virágtaláskor. Itt azt soha nem hallottam ezt a mesét. Hát ha hallottuk is, ugye kifordítsák a cigányok olyan ösztönösen, őst siessen adták el, és azért tetszett nekem, meg olyan figurát köpködtek, szóval beszéltek, odaszóltak, hogy ezek nagyon tetszettek nekem. És ez a mesét örökítettem meg, talán még azt a, ugye a lovacskát, ami itt van az falon, a cigán mese. A sok ilyen lovas képeket meséltek, meg a túrató perencián, tündéreket, a királyokat mesélték, és ez visszajön nekem. Azt mondjuk a tisztító vízbe. Hát ez a vallással kapcsolatban van, hogy hát például régen is voltak, meg most is voltak ilyen eldüllött nők, vagy mit tudom én, és a babona szerint, most egy idézeket cigány asszonynak eséjéből, hogy akkor olyan helyre ment a cigány asszony a gyerekivel, vagy a lányával, hogy megtisztultak. Hát egy vízbe mentek és megtisztultak. Hát most is talán van olyan, nem tudom, az én emlékezetemben, vagyis az én mesevilágomban, az én fejemben születik meg ez az alkotás, és ezt szerettem volna megvalósítani itten, bemutatni a közönségnek. Meg a réten, a szerelmes pár, ugye, tehát mindig volt is, meg lesz is, hogy akkor régebben nem volt másság a rét. Ugyanúgy a cigányság, meg a magyarság is, akkor kapáltak, elfáradtak, lefeküdtek a földre, és akkor ugyanúgy a cigány, magyar táncoltak. Közben terelmeskedtek is, hát ez a, meg az, hogy a virágzó rétek, milyen szép is voltak annak idején. Hogy ideig ugye eljutottam, az a iskolába fedették föl korán. 6 éves lehettem, amikor a dr. Vámos Ignác és Halász József tanár úr mondta, hogy nagyon szépen lehet festesz, meg pingál, így mondta, pingálok. Ha így tanulnál, akkor kitűnő tanuló volna, de hát nem nagyon tudtam tanulni az igazság, mert hát nem addig, hogy nem akartam, hát nem vagyok olyan jó tanuló, vagy etes, hát ezt is el kell ismerni. De aztán mindig mondta, hogy benne tehesség van, olyan helyre kellene irányítani téged, ahol meg kicsi szolgál. Hát a remsei családhoz kerültem a szakkörbe, ott a László Lilla, Mizser Pál, majd Szekeres Erzsébet mai napig is figyeli munkámat, több művészek, művészettörténészek írnak, nézegetik, és azon volt, azt a megalapítást találták ki, hogy hát dolgozzak, és majd lassan kiforrok. Nem akartak hozzám nyúlni, és sokáig nem értettem, csak most idős fejjel értettem még mi is, miért nem akartak hozzám, hiszen hát főiskolát tanultak, és sokat segíthettek volna nekem. Hanem inkább megbeszéltük a hideg, meleg színeket, hogy adom össze, hogy milyen jó sikerült, egy kis örömet adtak nekem, és bátorítottak, és most már értem még, hogy miért is nem akartak elrontani.
A bajnokság tavaszi fordulójának első mérkőzésén az FVSZT a Tura otthonába játszott a hétvégén. A zsoltai csapat a 25. perctől emberhátrányban játszott, s végül 1-0-ás vereséget szenvedett. Március 18-án a zsoltai sportpályán a mezőkövesdi csapat fogadja az FVSZT-t. Kedves nézőink, mai adásunknak ezzel a végére értünk. Jövő heti adásunkban többek között beszámolunk a március 15-i megemlékezésről. Műsorunk ismétléseinek időpontját képújságunkban olvashatják, friss híreket pedig a zsolcatv.hu weboldalon találhatnak. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!